Minden bizonnyal már csak néhány régi vágású, igazi gyulai polgárja közöttünk. Legismertebb képviselőjük Pintér Miklós professzor úr, Gyula város díszpolgára volt. Vele választásunk szerint elbúcsúztathatunk egy polgári eszményképet, vagy emlékét éltetve tovább vihetjük azt a polgári kultúrát, melyet a professzor úr által közismerten szeretett magyar irodalomban Márai Sándor fogalmazott meg a legerőteljesebben, Pintér Miklós pedig a gyulai valóságban jelenített meg. Városunk díszpolgárában azon egyre csökkenő számú, egyre ritkább embertípus tisztelhetjük, aki nem csupán diplomás, de értelmiség. Önmagában a szakmai pályafutása is kivételes, őszinte tiszteletre méltó. A Békés megyei polgárok közösségének hálája övezi professzor úr szakmai sikereit, különösen azt, hogy a gyulai megyei kórházban kiépítette a klinikai, kémiai, hematológiai és bakterológiai diagnosztika modern bázisát. Innovatív szemléletét jól tükrözi, hogy Magyarországon az első olyan biológiai munka, amelynek eredmény kiértékelése számítógéppel történt, Pintér professzor és kollégái nevéhez tudtuk. Az alkotás és az innováció mellett méltán tisztelhetjük őt folyamatosan végzett tudományos munkájáért, amely jó példaként, követendő mintaként szolgált munkatársai számára is. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyulai egészségügyi főiskola elindítása, majd működtetése terén is. A főiskola egyik alapítója, majd szakigazgatója volt. Nem csak tanult hivatása területén érezte szükségét annak, hogy tegyen a közösségért. Elnökként vállalt szerepet az országgyűlési választókerületi és a helyi választási bizottságban. 4 országgyűlési és helyhatósági választás alkalmával járult hozzá a választások tisztaságának és törvényességének biztosításához, közte rögtön az első szabad választás során ezzel tevékenyen hozzájárult a magyar demokratikus politikai rendszer kialakításához. Mint említettem, Pintér professzor úrban olyan sajnos egyre ritkább embertípus tiszteletünk, aki nem csak diplomás, de értelmiség. De amikor így fogalmazok, még véletlenül sem sorolom őt azok közé a szürke pulóveres, meddő okoskodásaikról ismert beszélő fejek közé, akik főként a 80-as, 90-es években érezték küldetésüknek azt, hogy a médiában megmagyarázzák számunkra a világot, valójában ránk erőltessék világnézetüket. Először is. A professzor úr mindig elegánsan öltözködött, jó ízlésű polgármódjára. Nyugdíjasként is, a hétköznapokon is. Másodszor igencsak távol állt tőle a tudálékoskodó okfejtés, ellenben régi vágású polgár módjára irigylésre méltóan mély és széleskörű műveltségét élete végéig igyekezett gyarapítani. Orvosként, a természettudományok elismert tudósaként imponáló műveltséggel bírt a humán tudományok területén is. Eredetileg bölcsésznek készült. A gyulai hírlapnak adott egyik interjújában elmondta, hogy irodalommániás volt. Érettségéig minden fontosabb dolgot elolvasott. Rendkívüli egyéniséghez méltóan esetében az orvosi pálya választása sem átlagos történet. A szegedi Szukics antikváriumban akadt az első éves medikusok szövettan könyvére, melyet egy délután hazavitt, és még aznap éjfélig kétszer elolvasta. E könyv hatására iratkozott be az Orvostudományi Egyetemre. Élete végéig jellemezte az az ideális értelmiségi attitűd, amelyet egyszerre jellemez a szakmai kiválóságra törekvés és az általános műveltség kiteljesítésének vágya. Arról, hogy milyen erős volt nála ez a vágy, így mesélt. A művészetek élvezetéről az a véleményem, hogy azt nem adják ingyen,
hanem komoly befektetést igényel. Például Bartók vagy Schönberg műveit nem azonnal élvezi az ember, hanem egy bizonyos befogadó képesség mellett és bizonyos számú meghallgatás után okoz esztétikai élvezetet és magas fokú intellektuális élményt. És ő bizony nem sajnálta azt a komoly befektetést. 91. születésnapi alkalmából, amikor felköszönhettük önkormányzatunk képviseletében, így vallott a Gyula Televíziónak. Időm egy jelentős részét szerencsére azzal tudom tölteni, hogy sok zenét hallgatok, az biztos, hogy ez nagyon jó konzerváló hatású, de hát, amint látják, könyvvel is el vagyok látva. Ha csak újra olvasnám ezeket a könyveket, amiket az elmúlt évtizedek során vásároltam, már ahhoz is több életre volna szükség. De ebben az időszakban tényleg, amellett, hogy figyelemmel kísérem az aktuális irodalmat, az újraolvasásnak a gyönyörűsége az egy különös élvezetet jelent. Remélem figyelték, hogy egy régi vágású gyulai polgár egy igazi értelmiségi, még 90 évesen is figyelemmel kísérte az aktuális irodalmat is. Azt pedig jól tudja mindenki, aki ismerte, hogy naponta hallgatott klasszikus zenét. Egy szakmájában méltán nagyra tartott, művelt gyulai polgár intelmeire érdemes odafigyelni. Ezért engedjék meg, hogy végezetül még egy nyilatkozatát idézzem. A helyi értelmiség nem úgy vesz részt a város kulturális életében, mint ahogyan réteg nagyságától várható lenne. Végig számoltam, hogy hány száz orvos, jogász, mérnök és sorolhatnánk tovább, ki él itt. De a nagy részüket soha nem látom hangversenyeken, irodalmi, művelődés történeti előadásokon. Ilyen eseményeken mindig ugyanazt a 40-50 embert látja az ember. Valahogy nincs meg az az értelmiségi kohézió, ami szükséges volna, bár nagyon jól tudom, hogy ez nem gyulai sajátosság. Tisztelt gyászoló közösség! Pintér Miklós professzor úr intelmét szívleljük meg, és emlékét tisztelve szellemiségét éltessük tovább a klasszikus polgári erények hétköznapi gyakorlásával, különösen műveltségünk gyarapításával. Nyugodjon békében, professzor úr! Családjának őszinte részvétemet fejezem ki, egyben vigasztalódást kívánok! Thank you.